Ahogy azt már egy korábbi kritikámban elmondtam, nem tartom fontosnak, hogy a kortárs regényírók állandóan újos fényeket építsenek ki. Azzal is bőven megelégszem, ha már egy létező út kátyóit tömik be. A mostani bemutató tárgya, a Véréneke, az utóbbiak közé tartozik. Anthony Ryan bemutatkozó regénye óriási népszerűségre tett szert, igen rövid idő alatt. Minden idők legjobb fantasy debütálása lett, és a 2010-es évek eddigi legnagyobb szenzációjának számít. A témában. A magyar kiadás viszonylag gyorsan elért hozzánk a Fumax gondozásában, akire pedig joggal mondhatjuk, hogy a legdinamikusabban fejlődő magyar kiadók között van. Amikor kézzelvettem a keményfedeles, igényesen kidolgozott kötetet, már a hazafelé úton elkezdtem olvasni, és... wow. Na de... joggal merülhet fel bennetek a kérdés, hogy jogosan írtak-e mindenféle pozitívumot erről a regényről, vagy megint csak egy jól kidolgozott marketing hazugságot kaptunk-e. Az értékelés végén majd elárulom a választ. A történet főszereplője Vélin Al-Sorna. Apja, az egységes királyság legfőbb hadura, beadja őt a 6. rend kolostorába, melynek tagjai más gyerekekkel együtt kemény kiképzésben részesítik az örökségétől megfosztott fiút. A rendtestvérektől eltanulja a túlélés művészetét, a kardkovácsolást, a fegyverforgatást, a lovaglást és persze az emberölést. Vélin és társai a féle ötvezetei egy asszaszinnak és egy papnak, ám képzettebbek, mint a király hadseregének legtöbb tisztje. Vélin, ahogy csepeledik fel, úgy ismeri meg egyre jobban az élet apró örömeit és kínzó problémáit. Tudomást szerez házasságon kívül született testvéréről, szövetségre szerel egy bestiális megjelenésű, kifejezetten gyilkolásra kiképzett kutyában, megízleli a tiltott szerelmet, és akaratlanul is belekeveredik a királyság sötét politikai életébe. Árulás, hírnév, hűség, hit, hitetlenség, becsület, hódítás, titkok és halál szegélyezi a küldetését, miatt a királyság pallosaként kell betöltenie. És ha még ez nem lenne elég, felébred benne egy rejtélyes, mágikus erő, melyet a Vérénekének neveznek. Ez az erő vezeti Vélint az útján, csak az a baj, hogy a hit egyik rendháza arra szakosodott, hogy ezen erő birtokosait kiiktassa. A történet kellőképpen izgalmas, történésekben és csavarokban gazdag, méghozzá annyira, hogy még az utolsó oldal is tartalmaz meglepetéseket. Maga az egységes királyság és az azon kívül eső területek nagyon hangulatos helyszínek, és az író pedig gondoskodik róla, hogy kellően élővé is tegye azokat. Mindezt úgy, hogy ne menjen a történet rovására. És ez a húzása tetszik nekem a legjobban. Ahhoz képest, hogy a Véréneke egy több mint 650 oldalas könyv, kevés benne az unalmas rész. A szereplők pedig olyan jól vannak összerakva, hogy mindet élőnek érzi az ember. Én például nagyon aggódtam a testvérekért, mikor az utolsó próbát kellett kiállniuk. Szó szerint szurkoltam nekik, és én ezt már nagyon régen tapasztaltam könyvekben. Maga Vélin is egy nagyon jól kidolgozott szereplő, és a főszereplő itt abszolút főszereplő. Elég ritkán fordul elő a történetben, hogy a rendtestvér háttérbe szorulna. Végig körülötte történnek az események, amért hálát adok, mert annyira hozzám nőtt, hogy nem szívesen váltottam volna át másra. A regény cselekménye jól ütemezett. A múlt felidézését csak néha szakítják meg a jelenben játszódó, más szemszögből bemutatott részek, melyben szintén láthatjuk Vélint. Mikor a regény utolsó oldalára értem, csalódottan zártam be, mert annyira élveztem, hogy el akartam már olvasni a másodikat is. De arra még várni kell 2015-ig, jellemző. Tehát, megérdemelt volt a sok dicséret, amit a Vérénekkel kapott? Abszolút! Minden elvárásomon sikerült felül teljesítenie, és egyike lett a kedvenc regényeimnek. Számomra ez volt az idei év legnagyobb meglepetése, és ha csak nem jön hirtelen valami ennél is erőteljesebb regény idén, akkor azt kell mondjam, megtaláltam a 2014-ben magyarul megjelent fantasy legjobbikát. A magyar kiadáshoz kiegészítésképpen még annyit mondanék, hogy a Fumax végül újra terveztette a borítót Sánta királyval, így most egy kellemes, színvilágú, megszokottan télies képet kapunk. Rajta Vélinnel, egy hollóval és egy kislánnyal, kinek a szerepét nem szeretném leszpoilerezni. Királynak egyébként jár a fekete pont, amiatt, hogy a háttérkép egy picit pixeles lett. A tipográfia viszont Teddy találat. Ha érdekelnek a fantasyk, és egy nagyon jó könyvet szeretnél a polcodon tudni, akkor mindenképp szerezd be a Vérénekét. Már nagyon várta az a piac egy ilyen fantasyre, ami nem akarja megváltani a világot, csak egy bitang jó könyv szeretne lenni.
A folytatást jövőre váratjuk, illetve aki nagyon türelmetlen, az már angolul megvásárolhatja, de mivel nekem nagyon tetszett a magyar kiadás, ezért inkább megvárom a hazai megjelenést. Szerintem ti is tegyetek így. Sziasztok!